Üdvözlöm Önöket, ez a HFC TV, ahol a mai napon az NB3-ban szereplő felnőtt csapatunk két utolsó mérkőzésére tekintünk vissza. Az idei évben november végén Máté Péterék a Paks 2 otthonába látogattak el. November utolsó hétvégén a Paks 2 otthonába látogatott az NB3-as bajnokságban szereplő felnőtt csapatunk. Előzetesen is sejteni lehetett, hogy nem feltétlenül számíthatunk könnyű mérkőzésre, pláne ha az atomvárosiaknál a nagy csapat néhány játékosa is szerepet kap. A sejtés már a felállást látva beigazolódott. Vernes Richard rögtön a kezdő 11-ben lehetőséget kapott. Mindezek ellenére a HFC igyekezett a meccs első perceitől kezdve támadólag fellépni, ugyanakkor a Paks 2 sem húzódott vissza, Parás csataképét vetítették előre az első minutumok. A lépés a Vásárhely számára jött ki jobban. Egy labdaszerzést követően Szilágyi Norbert ugratta ki remekül Puskás Zoltánt, 21-esünk pedig nem hibázott, a kapus mellett is eltolva a labdát megszerezte a vezetést. Ezt követően inkább a HFC percei következtek. Puskás duplázhatott volna, de Szilágyi is közel járt a gólszerzéshez. Komáromi András labdaszerzéseivel segítette a társakat, érett az újabb vásárhelyi találat. Erre nem is kellett sokat várni. Ismét Puskás villant. A 33. percben Bartyik kanyarintotta elé a játékszert, a csatár pedig saját maga és a csapata előnyét is megduplázta. A folytatásban viszont egy igazán érdekes jelenet játszódott le a pályán. Tóth Attila maradt lent a földön, ezért társai a vonalon túlra gurították a labdát. Úgy tűnt, a Paks visszaadja a játékszert, ám jelen a Richard, ehelyett mégis lecsapott a bordás felé tartó labdára, majd gólt is szerzett. A felek viszont egyességre jutottak, Szilágyi Norbert a középkezdést követően zavartalanul kocoghatott az ellenfél kapujáig, majd akadálytalanul gurított a hálóba, visszaállt a két gólos vásárhelyi előny. A fordulás után a HFC továbbra is igyekezett támadólag fellépni, és csak hamar meg lehetett volna az újabb gól, a meccslabda viszont kimaradt. Ez meg is bosszulta magát, Vernes Richard ugyanis gólt szerzett, amivel közelebb lopózott az atomvárosi csapat a HFC-hez. A Paks játéka rögvest megélénkült, 10 perc múlva pedig Vernes duplázott, miután Bordás kiejtette a kezéből a labdát, 3-3 állt az eredményjelzőn. Igazán parás csatát hozott így a végjáték, a paksiak megérezték, hogy akár meg is lehet a mérkőzés, ennek fényében pedig rohamokat indítottak a vásárhelyi kapu ellen. Úgy tűnt, kitarthatnak a vendégek, ám a 90. percben Nagy Ádám István góljával csak sikerült megszerezni a vezetést a házigazdáknak. Ezzel a forduló leggolgazdagabb mérkőzését vívta a két csapat, a 4-3-as végeredmény pedig azt jelentette, hogy hétveretlen mérkőzést követően kikapott a Hódmezővásárhely. A csapat azonban ezzel továbbra is őrizte 5. helyét a tabellán. Már az első félidőben úgy gondolom, hogy egy 3-4 óriási zicsert hagytunk ki, attól el kellett volna dönteni a mérkőzést. Sajnos 3-1 után volt még a második félidőben egy óriási helyzetünk, belerúgtuk a kapusba, ezt kihagytuk, utána teljesen beszorított minket a Paks, és úgy gondolom, hogy a végén, azt nem mondom, hogy megérdemelten, de nyert 4-3-ra, döntetlen talán igazságosabb lett volna. Volt itt minden, érdekes gólok voltak, én azt hiszem, hogy érdekes volt, aki kijött, az élvezte legalábbis ezt a mérkőzést. Clean banded, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna December elején a Békés Csaba 2 otthonába látogattunk el, ott játszottuk az idei év utolsó bajnoki mérkőzését, sajnos a lépés nem úgy jött ki számunkra, ahogy reméltük.
NB3-as felnőtt csapatunk december 3-án játszotta utolsó bajnoki mérkőzését a 2016-os évben. A Békés Csaba 2 elleni találkozó tulajdonképpen a tavaszi forduló első mérkőzése volt, hiszen a két csapat egymás ellen kezdte a bajnokságot még augusztusban. Akkor egy küzdelmes mérkőzésen a HFC tudott győzni Szilágyi Norbert góljával. A tabellát elnézve a HFC számított a mérkőzés esélyesének, ugyanakkor sejthető volt, hogy ha az előre beveti az NB2-es csapat néhány játékosát, akkor megnehezíthetik a vendégek dolgát. A mérkőzés pedig ezen forgatókönyv mentén zajlott. A hazaiak egyértelműen a 3 pontért szálltak harcba, nyomás alá helyezték a Vásárhelyt, ami először helyzetekben mutatkozott meg, majd bő 10 perc elteltével Kmetyko Kevin egy szögletet követően megszerezte a csabai vezetést. Néhány percen belül pedig duplájára hízott a házigazdák előnye. Az egész meccsen elemében lévő Kálmán Szilárd is beköszönt, hatalmas gólt ragasztott a felsőbe 40 méterről. Az előre pedig hű maradt a nevéhez, továbbra is előre játszottak, és Mácsai, valamint Írik Farkas előtt is adott volt a lehetőség, hogy növeljék csapatuk előnyét. Az első vásárhelyi helyzetecskére majd fél órát kellett várni. Ekkor a hazai védők, mintha vörös szőnyeget terítettek volna le a HFC csapatkapitánya előtt, Máté szinte zavartalanul mehetett a labdával a 16-osig. A gárda azonban nem mutatkozott frissnek, így Major László vezetőedző kettős cserével próbálta javítani a fiúk játékát, fél óra után Vég Ariel és Pataki Zsolt futhatott a gyepre. A HFC játéka érezhetően veszélyesebbé vált. Máté már kapura lövésig is eljutott, Vég pedig szabadrugásból próbálkozott. A csabaiak viszont egyáltalán nem estek össze. Írik Farkas lesgóllal jelezte, hogy mindent a gólszerzésre tett fel ezen a pénteki napon. A félidő végén Komáromi András sérülése okán a vendégek hamar kihasználták utolsó csere lehetőségüket is. A pályára érkező Szabó Dávid pedig első érintéséből gólpaszt adott. Máté szerezte meg szezonbeli 7. gólját, ismét lőtávolon belülre került a HFC. A fordulás után tovább javult a narancsmezben játszó vendégek játéka. Érezhetően benne volt, hogy megszülethet az egyenlítő találat. Szilágyi Norbert egy szöglet utáni lecsorgóval szerezhetett volna ismét gólt a Békés Csaba 2 ellen, Máté Péter pedig egy szögletet követően próbálta fejjel megduplázni a vendéggólok számát. Még Puskás Zoltán megmozdulása után Barát Bence hatalmas bravúrjára is szükség volt a mentéshez. A legnagyobb lehetőség azonban kétségtelenül egy 16-oson belüli kezezés után történt, 11-eshez jutott a Hódmezővásárhely. A labda mögé Máté Péter állt, ám Barát kapuson ezen a napon nem lehetett kifogni, megérezte az irányt és hárította a lövést. Ahogy pedig az a fociban lenni szokott, az egyenlítő gól helyett a Csaba lőtte meg 3. gólját, Írik Fargasnak sikerült betalálnia. A maradék negyed órában komolyabb helyzetet már egyik csapat sem alakított ki, így a 2016-os év utolsó bajnoki mérkőzésén pont nélkül maradt a HFC. A csapat ennek ellenére az előkelő 5. helyen töltheti a telet. A bajnokság február 19-én folytatódik a gárda számára, akkor a dobogón lévő Pécs érkezik Vásárhelyre. A Hódmezővásárhelyi FC labdarúgói az elmúlt 18 mérkőzésen az őszi szezonban 29 gólt szereztek, ezek közül most valamennyit megmutatjuk.
volt mára a HFC TV. Az NB3-ban szereplő felnőtt csapatunk számára februárban folytatódik a bajnokság, magazin műsorral viszont azt megelőzően is jelentkezünk. A mai figyelmet köszönjük, további jó tévénézést, a viszontlátásra!